Felére csökkent a jégkár, jól vizsgázott a jégkármentesítő rendszer. 101 éve érkeztek haza a 101-esek, az első világháború Békés megyei hőseire emlékeztek. Faültetéssel ünnepeltek, 30 éve alakult a Békés Csabai Nagycsaládosok Egyesülete. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Idén a mezőgazdasági károkon belül a jégkár aránya 13% volt, míg 2015-től 2017-ig, amikor még nem működött a védekezési rendszer, ez az arány 32% volt, fogalmazott dr. Kulcsán László kedden. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei irodájának szakemberei a két éve üzembe hozott jégkármentesítő rendszer eredményeit mutatták be. Dr. Kulcsár László kiemelte, hogy a jégkár a mezőgazdaságban dolgozókat érinti leginkább. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke elmondta, hogy a jégkármentesítő rendszer két éve kezdte meg működését egy pályázat eredményeként uniós és nemzeti támogatási forrásból. A rendszert idén április 15-én élesítették. Ennek a lényege az, hogy úgynevezett ez is jódított, hát juttat fel a kantalajgenerátoraink az égboltba, a viharfelhőkbe, és hát a nevében is benne van, nem megszüntetés, nem védi ki, de mérsékli azt a kárt, amelyet a jég jelenléte okozhat. A jégkármérséklő rendszer üzemeltetési vezetője kiemelte, nagy jégszemek főként nyáron alakulhatnak ki, amikor a hőmérséklet 30 fok fölött van, és magas a talaj nedvesség tartalma. Ekkor, ha az áramlása 0 fok hőmérsékletű légtömeg fölé tolja 5-10 kilométerrel a meleg levegőt, akkor jönnek létre a nagy jégszemek. Ez segíti a feláramlás sebessége, mivel hogy egy komolyabb zivatarláncban akár 60-80, de akár 100 km/h sebességgel tud feláramlani, és ez a feláramlás görgeti maga előtt a kis jégszemeket, és ezzel a görgető mozdulata tud egyre nagyobb lenni. Idén országos viszonylatban Békés megyében voltak a leghevesebb jégveszélyes zivatarok májusban, illetve június 16-án és 27-én, tette hozzá Kocsisáron. Az esemény zárásaként bemutatták és díjazták a legjobb generátorkezelőnek kiírt verseny megyei győztesét is. Az elismerést ebben az évben Gyenge Gergely vehette át. Vetőmagbőrzét tartottak Gyulán az Implom József Általános Iskolában. A diákok vetélkedőn mérték meg tudásukat, valamint az általuk hozott vetőmagokat is cserélgethették egymás között. A Körösmaros Vidék Fejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány és az Aradi Excelsior Egyesület sikeresen pályázott egy román-magyar együttműködési programban. Az Evergreen projektnek köszönhetően a felek a határ mindkét oldalán olyan rendezvényeket szerveztek az általános iskolásoknak, amelyekkel a kertészkedést népszerűsítették. Aradi Excelsior Egyesülettel közösen indítottunk a projektet, tavaly nyertünk a pályázatunkkal, és mind a két oldalon 5-10 iskolát kerestünk meg kisebb veteményes kerteknek a létrehozására, illetve egy nagyobb vetőmagbőrzével egy ilyen kis záró rendezvényt mind a két oldalon annak a megrendezésére nyertünk pályázatot. Pénteken délután a Gyulai Implom József Általános Iskola adott otthont a projektzáró rendezvénynek, amelyen a gyerekek játékos vetélkedőn vettek részt, és a korábbi programokon gyűjtött vetőmagokat cserélgették egymással. Most föl tudjuk eleveníteni együtt közösen azokat az ismereteket, emlékeket, élményeket, amikről eddig szó volt. Korábban külső helyszíneken, meg vidéki helyszíneken voltunk mindig, most pedig, mivel hogy tél van és nem tudunk kint kertészkedni, most ez alkalommal bent végzünk olyan tevékenységeket, amik utalnak erre a kertészkedésre, a hagyományos kertészkedésre, de az előkészületről lesz szó, hogy hogyan tudunk előkészülni a jövő tavaszi nagy vetemény szezonra. A vetélkedőn batonyai, mékeréki, gyulai és kétegyházi diákok vettek részt. A szüleim kertészkednek otthon, nekem is van egy kis területen, egy kis veteményes, és hát szeretem a
ezt, hogy ilyen környezetben élek, hogy kertészkedünk. A határ másik oldaláról, Aradról, a Csiky Gergely Főgimnáziumból is érkeztek diákok. Körülbelül egy hete tudtuk meg a lehetőségét ennek a vetélkedőnek. Gyakorlatilag nagyon örültünk nekik, nyolcadikosaink vannak, nyolcadikosokkal jöttünk, lelkesen készültek a gyerekek, nagyon nagy örömmel állították össze a magtárat, két plakáton is van, az egyiken virágok, a másik gyümölcsök, bocsánat, a másikon különböző egyéb növények. A diákok saját bevallásuk szerint már nagyon várják a tavaszt, hogy a bőrzén elcserélt vetőmagokat elültethessék, majd az azokból kikelt palántákat gondozhassák. Megválasztották a Békéscsabai Közgyűlés új tanácsnokait és bizottsági elnökeit kedden. A grémium munkáját továbbra is három tanácsnok segíti. A civil ügyek felügyeletét dr. Juhász István látja el, az oktatási ügyeket Palánc György felügyeli, míg a környezetvédelmi és turisztikai tárgykörért Opuszki Zoltán lesz a felelős. A bizottságok munkája jelentősen átalakul a következő években, ugyanis a korábbi 7 helyett ezentúl 6 bizottság ülésezik majd 50 taggal. A Városfejlesztési Bizottságot Ádám Pál, a pénzügyit dr. Ferenci Attila, a kulturálist Szente Béla, az ifjúsági dr. Szigeti Béla, a családügyit dr. Csicsei Ilona, míg a Közbiztonsági Bizottságot Csányi Illés vezeti. A soron következő közgyűlés november 28-án lesz, melyen közmeghallgatást is tartanak 15 órától. 101 évvel ezelőtt a 101. császári és királyi gyalogezred hazaérkezett az első világháborúból. Az évforduló alkalmából megemlékezést tartottak a szabadságtéri 101-es emlékműnél Békéscsabán. Az eseményen a himnusz közös eléneklését követően a Békés megyei kormány megbízott köszöntötte elsőként a megemlékezőket. Takács Árpád úgy fogalmazott, a helytállás, a hősiesség, az önfeláldozó hazaszeretet és a katonai erények előtt hajtunk fejet. A harcok során többször arattak győzelmet, szenvedtek el veszteséget, de véglegesen soha nem szűntek meg. A világháborút lezáró fegyverszünet után zárt rendben, stratégiai vereség nélkül hagyták el az Isonzó völgyét. A gyalogezred hős katonái 101 esztendővel ezelőtt, november 16-án hajnali 3 órakor, 52 hónapnyi távollét után fegyelmezetten tértek haza Békéscsabára. Ezt követően Apáti Zoltán dandártábornok mondott beszédet. A hazatérőknek nem csak a háború rémségres emlékeivel, az elhunyt bajtársak iránt érzett fájdalommal kellett megbirkózniuk, hanem az 52 havi szolgálatból hazatérve egy gyökeresen megváltozott új világba kellett, hogy beilleszkedjenek, újrakezdeniük, testi-lelki megpróbáltatások után kellett újból helytállni, túlélni, a vesztes háború emlékeivel megbirkózni, újból építkezni. Ezért úgy szintén minden tisztelet megilleti őket. A dandártábornok hangsúlyozta, a Magyar Honvédség II. Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred, 101-es területvédelmi zászlóalj, a gyalogezred szellemi örökösének tekinti magát, fontosnak tartja a tisztelgést az elődök előtt. Egy éve ezen a napon Békéscsaba főterén 100 önkéntes területvédelmi tartalékos katona tett esküt. Apáti Zoltán kiemelte, hogy terveik szerint jövőre újabb tartalékosok tesznek majd fogadalmat. Sok tiszt kiáltja előre magyarok. A megemlékező beszédek után a jelenlévők a belvárosi általános iskola és gimnázium diákjainak énekes verses műsorát hallgathatták meg. Hova tűnt a sok leány, bokriták a kézben. Békéscsaba polgármestere beszédében kiemelte, a város tavaly ünnepelte újratelepítésének 300. évfordulóját, ennek apropóján pedig több megemlékezést is tartottak azokról, akiknek sokat köszönhet a város. A háború nem szépség, a háború nem barátság, a háború nem a szeretetről szól.
A háború sérülés, borzalom, sebesülés, tragédia, vér vagy halál. Tudták, tudják ezt a magyar katonák. Tudták ezt mindig, tudják ma is. Szarvas Péter kitért arra is, hogy a kommunizmus idején 1950-ben a Szabadság téren látható obeliszket lebontották, de Fekete Pálnak, Békés Csaba díszpolgárának köszönhetően 1956-ban újjáépítették. A jelenlévők ezután megkoszorúzták a 101-es emlékművet. Az Ady Endre Bai Zoltán Gimnázium és Kollégium minden évben megrendezi az Ady hetet, amelyen színes programokkal várják a diákokat. A tanulók az egyhetes rendezvényen teljesen átveszik az irányítást az intézményben, hiszen diákigazgatókat választanak. A megnyitó ünnepségen a gimnázium intézményvezetője átadta az iskola kulcsát két 12C osztályos tanulónak, akiket a múlt csütörtöki kampánynapot követően választott meg az iskola közössége. Szegedi Bernadett kiemelte, a középiskola diákjai összetartóak, és az ilyen rendezvények alkalmával jobban megismerkedhetnek egymással. A mi osztályunk szokásához híven jazz dance-t fog csinálni, ami úgy történik, hogy egy ilyen kis táncolós videókat teszünk ki nagy képernyőre, és táncolnak rá, és aki a legügyesebb, az nyer igazából. A másik megválasztott tanuló, Trungel Mihály hangsúlyozta, hogy utolsó évesként igyekszik minden programon részt venni. Magamat jelentem, megbeszéltem a másik diákigazgatóval, hogy én is szeretnék indulni vele, és ez így történt. Az Ady Endre Bai Zoltán Gimnázium és Kollégium intézményvezetője elmondta, hogy ez a tradíció már több évtizedre nyúlik vissza. Sárközi Anna hangsúlyozta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a diákjaik jól érezzék magukat az iskola falai között. Az egész hétnek az egyik legfontosabb programja az Ady Szavaló verseny, ahol nem csak a diákjaink, hanem a környékbeli általános iskolák diákjait is meghívtuk. Egy hagyományt őrizni fontos, megtisztelő mindenképpen mindenkinek, nekünk különösen, hiszen Ady Endre nevét viseljük. A megnyitó végén megemlékeztek a magyar irodalom kiemelkedő költőjéről is, akinek szobránál virágokat helyeztek el a tanulók. A rendezvénysorozatot csütörtökön zárják le az Ady Bállal. Több mint 150 gyermekrajz érkezett arra a pályázatra, amely a dohányzás egészségkárosító hatásait mutatja be. Az alkotásokat szakmai zsűri értékelte és díjazta hétfőn a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Egészség dohánymentesen, füstmentesen címmel hirdetett rajzpályázatot az Egészséges Városok Mozgalom Kárpát-medencei Egyesülete 2019-ben. A szervezők a verseny díjátadó ünnepségét a Békés Csabai Egészségnapok részeként a Csaba Gyöngyében tartották. A kezdeményezést a helyi önkormányzat is támogatta. A kisalkotók, vagy már nagyobb alkotók is az alkotási folyamat során túl a művészi produkción, értéken tájékozódnak a felkészítő pedagógusaik, szüleik segítségével arról, hogy mi is a téma, ennek mik a veszélyei, a kockázatai, így ők is többet tudnak, és az alkotásaink keresztül pedig azok, akik látják ezeket. A rajzpályázat apropóját a Dohányzásmentes Világnap adta, melyet az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére minden év november 3. csütörtökén tartanak, felhívva a figyelmet a dohányzás egészségkárosító hatásaira. Tulajdonképpen egy széles réteg lett megszólítva, rajzpályázatokat lehetett benyújtani a pályázatra. Kisobodás kortól, középiskolás korig bárki pályázhatott, aki tudott ezzel a felhívással azonosulni. A szemléletformálás annál hatékonyabb, minél kisebb korban kezdődik, tette hozzá Bogár Éva. A verseny díjátadó ünnepségén 4 kategóriában hirdettek győztest, több mint 150 pályamunka közül.
Az óvodások, általános iskolai alsó és felső tagozatosok, valamint a középiskolások munkáit szakmai zsűri értékelte. A szervezők a legügyesebb alkotókat ajándékcsomagokkal jutalmazták. A Békés Csabai Nagy Családosok Egyesülete fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Csaba Parkban. Ebből az alkalomból az egykori és a mostani tagok találkozhattak egymással, valamint 30 fát is elültettek a Pálinka Múzeum mögötti részen. A jubileumi rendezvényen többen is megfogalmazták, hogy miért jó nagy családban élni. Mindig valakihez odafordulhatunk, hogyha esetleg segítségre van szükségünk, vagy egy jó szóra. Talán jobb, ha többen vagyunk. Egymást nevelik a gyerekek, bennünket is beleértve, formálnak minket. Hogy nőnek egyre jobban kitanulja az ember az anyamesterséget, a családgondozást. A Békés Csabai Nagycsaládosok Egyesülete 1989-ben alakult. A 30. évforduló tiszteletére az egykori és mai tagok 30 fát ültettek el Szarvas Péterrel a Csaba Parkban. Békés Csaba polgármestere elmondta, hogy a város az elmúlt években több olyan intézkedést is hozott, ami segíti a nagycsaládosokat. Bölcsödei fejlesztések, óvodai fejlesztések, a Csaba Baba program elindítása, a Békés Csaba Hazavár program elindítása, és még sorolhatnám ezeket. Ugye az önkormányzat tudja jól, hogy Békés Csaba jövője nagyrészt azon is múlik, hogy a népesség megtartó ereje a városnak hogyan fog alakulni. Az egyesület tagsága folyamatosan cserélődik, hiszen a gyerekek felnőnek. A célok azonban ma is hasonlóak, mint 30 éve. Egymás segítése és a közösségformálás. Egyforma dolog érdekel bennünket, a család. E körül forog a mi világunk, és hogyha valami kérdés van, akár beiskolázással kapcsolatban, pályaválasztás, pici baba, hogyan szoktatunk, tehát minden témakör fölmerül, és itt otthon vannak az emberek. Az egyesület kolbászgyúrást, süteményversenyt és játszóházat is szervezett a jubileumi alkalomra. A résztvevők szerint a legfontosabb talán mégis az volt, hogy találkoztak és felidézhették a közös élményeket. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!